Emlékszem, 15 évvel ezelőtt forgattam először a kannabiszolajról, és akkor még meg voltam szeppenve, hogy erről lehet beszélni egy televízió műsorba, de azóta szépen lassan beszivárgott a köztudatba a CBD meg a THC kifejezések is, és már tudjuk azt is, hogy lehet ennek jótékony vagy gyógyító hatása. Milyen hatása lehet? A 21. századi embernek a mindennapjaihoz hozzátartozik a stressz. Ugye nagyon sok embernek alvás zavar, alvás problémái vannak. A CBD olaj segítségével ezeket teljes mértékben lehet csökkenteni, nyugodtabban fogunk aludni, pihentetőbb lesz az alvás, ezáltal a másnapi stressz, másnapi szorongások is elkerülhetőek. Mindenképpen meg kell nézni, hogy milyen összetevői vannak, széles spektrumú, esetleg teljes spektrumú. Most a széles spektrum az általában csak CBD-t tartalmaz, a teljes spektrumú a CBD-n kívül THC-t, illetve minden egyéb kannabinoidot tartalmaz, tehát CBN, CBG-t, mindent. Sokan nem tudják, hogy a THC-nek is van pozitív hatása, mert gyakorlatilag a THC az, ami a fájdalomcsillapító ebben az összetevőben. A THC-nek van egy meghatározott mértéke egyébként Európában, ez 0,2%. Tehát ettől magasabb THC tartalmú olajat sem Magyarországon, sem az Unióban nem lehet forgalmazni. A 19. század végén úgy kell elképzelni, hogy Magyarországon 82 ezer hektáron termesztettek kendert. Na ez azért érdekes ez a szám, mert 2010-ben az egész világon nem termesztettek ekkora területen kendert. A rendszerváltás után gyakorlatilag 2010-ig majdnem teljesen megszűnt ez a kender termesztést, az 1000 hektár alá csökkent, 2015-től látható egyfajta emelkedés ezeknek a területeknek, tehát azóta egyre több területen, egyre több helyen termesztenek ismét kendert. Maga a termesztés az Magyarországon teljes mértékben legális, viszont a feldolgozás az nem megengedett. Jelenleg, hogyha valaki azt kérdezi, hogy van-e magyar gyártó, igenis, meg nem is. Tehát lényegében a kender alapanyag az Magyarországról származhat, ki lehet vonni lényegében bárhol külföldön, utána a kész terméket vissza lehet hozni Magyarországon, tehát magyar alapanyagú olaj lehet, viszont a kivonatolás az nem Magyarországon történik.